Vastag László előadja, hogy kell traktort vezetni. Bemutatja. Na. Mivel, hogy itt vagyunk ezen az oldalon, az adagoló, ezzel nem kell bántani semmit, hogyha lelávágásodik, ez a tápszivattyú. Ezt ki kell tekerni és pumpálni kell, így. Buszkodni kell. Ez a kompresszor, hogyha levegőt akarsz termelni. És ha már itt vagyunk, akkor ide kell beleönteni a hidrolika olajat. Itt van egy csavar, egy 22-es kulcs fogja. Itt lent, és akkor oda kell a hidrolika olajat beönteni, amikor kevés van a hidrolika olaj. De ha nem folyassa el, akkor nem nagyon kell. Na szóval ez a része megvan. Ez a kompresszor, ezt termelje a levegőt. Hogyha porkocsit húzatsz, akkor is be kell kapcsolni ezt, hogy akkor a hátra is termelje a levegőt. Na, akkor menjünk tovább. Akkor itt az olajnívó. Ez mindig az az első, mindig ugye ezt kell nézni. Megtörlöd, megnézed, ott van egy plusz, meg egy minimum. Itt a minimum, itt a plusz. Akkor jó, amikor kettő között van. Belenyomod, amikor megtörölted, belenyomod, vársz egy picit. De mindig hidegen kell nézni, nem melegen. És akkor látod, hogy odáig van. Mondjuk zsebkendővel. És látod, hogy odáig van. Itt a felső nívó, ott van az alsó lent. Úgyhogy van benne olaj, azzal nem kell bántani sem. Még azt meg lehet nézni, hogy nem annyi fel a folyékony, hogy nem emegy bele a víz, de akkor látsz buborékot az olajon. Hogy a víz eltűnne belőle. Na, ez a gázolajszűrő. A fagyáló az itt lesz fönt. Itt a hűtője. Ez fölnyitod. Ide megy a szervóolaj előre. Ez az első szervónak az olaja. Itt meg a hűtő. Ja, bent van a víz. Kevésben a fagyálló, mert ugye édesnek kell lenni. Ha kevésben a fagyálló, azt majd döntünk bele a fagyállót. Na, most ugye, hát most ezt hiába mondom, ez az önindító, de hát ez meg az előszűrő. A gázolaj először. Hogyha lelevegősödik, akkor ezt ki kell, vagy hogyha kevésben a gázolaj vagy kifogy, ezt ki kell tekerni ezt a nagy csavart, és akkor pumpálni kell ezt, és akkor felszívja a szűrőbe, és úgy megy az adagolóba a gázolaj. Ezt a nagy csavart kell kitekerni. Uh-huh. És akkor ez eddig megvan. Ez meg a... Itt is van egy olaj. Ez a váltó olaj? Igen. Ebben is van bőven. Tudod, ott van a minimum, maximum. Uh-huh. Uh-huh. Minden megtörlöttem, beledugom. Barca csöppöt. Úgy még majdnem sok így van. Olajos terén. Na. Jó van, az első hídnál meg ott is vannak, de ott azokat nem kell nagyon bántani, mert azt észreveszed, amikor folyat. Na, akkor menjünk be. Itt van egy áramtalanító. Így van áram alatt. Uh-huh. Akkor ez a gardán kapcsoló. Ezt a hátrahúzod, benyomod a kuplungot, hátrahúzod, és akkor megy a gardán hajtás ott hátul. Ez a kézigáz. Ezzel még tud hajtani a hidrolikát, akkor nem kell ezzel, mert most ez a billentő. Uh-huh. Ezt, hogyha lenyomod, akkor billenti az utánfutót. Uh-huh. Uh-huh. Ez meg a hidrolikáj. Ez a fő le tud emelni a munkaeszközt. Uh-huh. Na, és a középső? Ezt nem tudom miért van. Mert szerintem az oldalsó kihajtáshoz oda is lehet rákötni valamit, tudod. Ez a világítás kapcsoló. Uh-huh. Kihúzod, mert először ha kihúzod, akkor helyzetjelző. Uh-huh. Ha még egyszer kihúzod, akkor a fényszóró, és itt lehet kapcsolni a fényszórót. Uh-huh. Látod, le is mutassa is, hogy akkor most már látod, le is veszi az áramot. Mert ez az áram, ez uh-huh. méri az áramot, hogy mennyi van az akkumulátorban. Uh-huh. Ez mutassa a levegőt, ez meg az olajnyomást, hogy mennyi az olajnyomás uh-huh. rajta. És az üzemanyag? Az üzemanyag az itt van fönn, de az nem jó. Itt az üzemanyag, igen. De az nem jó. Itt az ablaktörlő, itt a fűtés,
meg az elakadása az kis milló. Az micsoda? A portkocsi? A portkocsinak a visszajelző. Aha, értem. Tehát na, ez az irányjelző. Ez az irányjelző. A francia gondolta volna. Ez a duda volt. Na, most itt van a dekompresszor. Ha nagyon hideg van, igen, akkor ezt ki kell húzni, és úgy lehet indítani, és akkor könnyen tekeri a motor. Ezt teljesen ki kell húzni. Uh-huh. Az a dekompresszor. Az a dekompresszor. Ez meg a diffie. Hogy mind a két kerék hajtson. Egyszerre. Mármint, hogy négy. Nem. A négy kerék hajtás az más. Az már, aki... Ez a diffie. Ez a két hátsó kereket akkor egyformán fogja. Értem, a differenciálművet kikapcsolja, vagy bekapcsolja. Uh-huh. Itt az első meghajtás. Ezt fordítasz rajta egyet, és fölhúzod. Csak hát ezt menet közben lehet, csak jobban. Fölhúzod, és fordítasz rajta egyet, akkor beakad a valamelyikbe, van rajta automata, vagy félautomata, meg direktbe. Attól függ, mennyire húzod föl ezt a kallantyút. Atya Isten. Ez a kézfék, ezt nem kell bántani, ez csak amikor megállsz. Na most a sávváltó. Na most a fék, ez meg olyan, ugye ez a kuplung, azt tudod? Ez a fék, ezt szét is lehet akasztani, hogyha olyan nagyon szar helyre fordulsz be, akkor fogod ezt széttakasztod, és akkor lenyomod ezt a féket, és akkor egyből így befordul. De amikor nagyon szar helyre... Ez a bal oldali fék, ez a bal oldali, ez meg a jobb oldali. Ezt kell megcsináltatni a jobb oldali, már bal oldali ez fog, jobb oldali ez lemegy. Aha. Szóval az nem fog. Na, most itt a sávváltó. Most így van üresbe. Így amikor megy oldalra, akkor van üresbe. És a sávváltó meg ide rá is van írva, hogy melyik hol van. Melyik most... sebesség hol van. Igen. Terepben van. Ott van egy. De attól még nem tudsz váltani sebességet. Igen. Ez csak egy terepváltó. Igen. Akkor kihúzod, és ide kapcsolod, akkor van harmadikba. Mert hogyha arra nyomod, akkor országútiba van. Akkor gyorsabban megy, ugyanabban a sebességbe. Uh-huh. És akkor utána van, itt van a nyolcadik, itt a kilencedik. Ha országútiba nézed. Uh-huh. Itt van, teljesen elnyomod erre, átrahúzod, akkor van lükverde. És ott benhagyhatod sebességben, mit tudom, hatodikba benhagyod, és akkor beteszed lükvezbe, és akkor hátrafele megy. Igen. Most, hogyha lefele nyomod, akkor meg lassúba. Uh-huh. És akkor nem kell használnod ezt, amit én mutattam, mert ez nem nagyon kell. Hát itt beteszed országútiba, elég, ha ezt használod, és akkor így ez a hatodik. És ha ide teszed előre, ez a leglassabb sebesség. Melyik? Ennél lassúbb nincs. Ha ide teljesen a lükvertfel szembe. Fölfele nyomod, ennél lassabb sebesség nincs. Terep egy, vagy minek elkezd. Aha. És akkor ez meg hátul van, vagy a kis kar? Nem, ezt előre kell tenni. Ezt nagyon, hát ezt akkor szoktam használni, csak amikor akkor nem kell ezzel kapcsolgatni, hanem ezt visszateszed, akkor majd hogy nem megfelezi a sebességet, és akkor nem ezzel kell vártanod, hanem csak ezt lenyomod, aztán kész. Kuplungot mindig be kell nyomni, mert nem tudod milyen sebességben van. Kuplungot legyen mindig benyomni. Legfontosabb, álljunk meg sörért! Az lehet, csak itt állok meg föl. Jó! Föl! Kérdik még, meg be kell húzni. Ezt még hátra húzod. Mert különben nem áll meg, mert ugye jó rajta az alapjárat. A kézigát így hátra kell húzni teljesen. És akkor áll meg.